Üdvözlök mindenkit, ez itt a futballkárcún, és a mai videóban meg a blistereket fogunk bontani, és már örületesen vártam, hogy megnézzük ezeket a kártyákat, hiszen XXL limitált, ami eddig csak Lengyelországban, külföldön volt kapható, és el sem tudom képzelni, hogy milyen kártyák lesznek itt. Mindenféle, esetleg ilyen Haaland, vagy, vagy, vagy nem tudom, Messi, Ronaldo, esetleg magyarok lesznek az XXL-ben? Nem tudom, tényleg úgy, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Én azt mondom, hogy nézzük meg. Az ára egyébként szerintem barátságos. 2750, ami nem olcsó, három csomag kártya ér meg, tényleg nagyon-nagyon gyenge, viszont tele van limitált. Ha van be kettő sima limitált, 2 XXL limitált, ami ezek szerint se fémdobozban, se másban nem lesz, úgyhogy emiatt talán érdekes lehet, hogy nem csak egy xxl lel szúrják ki a szemünket, ezt itt meg is mutatják, hogy kettő darab, nehogy a véletlenre bízzuk. Egyértelműen csak Magyarországon kapható ez a kiadás, amit bontunk, hiszen magyar szöveg van rajta, ezt külföldön nem fogják eladni. Úgyhogy én azt mondom, hogy nézzük meg, mind a kettőt ki fogjuk bontani, mert tényleg nagyon, -nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy én azt mondom, hogy lessük is meg akkor az elsőt. Csillog a hivatalos FIFA matrica. Ott van a 2 xx -e, kód nélkül, úgyhogy ezt nem nagyon tudjuk beaktiválgatni. Ez a doboz is zseniálisan jól néz ki. Van egy csomagunk. Van még kettő csomagunk, így összesen három. Itt a simi limitált, itt viszont van nekünk az XXL-es. Én azt mondom, hogy a sima limitáltakat nézzük is meg. Van egy Depaul, illetve egy David Alaba. Nagyon jól néz ki, nagyon szuper, hogy a Real Madridban már megcsinálták, hogy ott legyen viszont azt szomorú, hogy egyik sem magyar, tehát akkor magyart nem nagyon lehet nyitni, de majd ráerősítünk a másik dobozzal. Nyissuk ki azt is. Oké, okay. itt van a másik kettő XX-el, úgyhogy összesen akkor egy négy. Még három csomag, és akkor nézzük már a kis limitáltat. Ez egy grill is, illetve egy United-os Sancho, Úgyhogy annyiban király a dolog, hogy <laughs> csupa angol, az előzőben csupa spanyol, viszont egyáltalán nincsen egyikben sem magyar kis limitált, akkor azt, ahogy eddig is volt, multipakkokban, meg ilyen kisebb bliszterekben tudjátok beszerezni. Nagy XXL limitáltra kivárok egy picit, nyissunk egy csomagot, utána megnézzünk egy XXL-t. Itt is azért lehet jókat nyitni, topmasterek simán lehetnek benne. Ez egy Game Changer Eden Hazard, majd utána egy Liverpoolos Milner, Olympiakos logó, Perisic, Neymar, Denayer. Nem volt ez rossz pak, a Game Changer elég jónak számít. Nézzük meg az egyiket, Léci Magyar legyél. Juventusos, Matthias de Ligt, és micsoda fény, és nem magyar egyébként, de micsoda mattos fény. Nagyon-nagyon jól néz ki ez a fólia, ami rajta van. Azt a mindenit, azért teljesen rendben van. Ahogy ez fénylik. Igazán minőségi. az tényleg. Nem gondoltam volna, hogy ilyen fóliát húznak rá. Csomó esetben ugye ugyanolyan fóliája, vagy nagyon hasonló volt, mint a Simil limiternek, Össze se lehet hasonlítani a csillogást. Teljesen más az XXL-en. Na ez mondjuk tetszik nem is lesz ennyi standem vagy helyem, hogy mind a 4 x kirakjam! Oblak Top Master kártya! Fantasztikus! Jöhet megint a stand! Oblak Top Master! A két kapusos pack. Ez pedig egy Ellison, itt pedig a helyen megint csak szűkén vagyok, most már tényleg ki kell mennem egy focipályára, hogy legyen elég hely itt kipakolni mindenkit, mindenhova. Nézzük a következőt, Timétek, Mendes, Dudu, Weverton, illetve Dybala. Ez egy nagyon-nagyon kiváló pak volt. Szuper. Nézzünk meg még egy csomagot, és utána kettő darab szikszert leleplezünk, bízva abba, hogy tényleg magyar lesz az egyik, mert nekem az elég nagy szívfájdalom lenne, ha nem magyar lenne. Weverton, Sterling, Patrick, Chelsea logo, Lorente, Masuras. Oké, okay. szuper most pedig támadó játékos. Nem magyar. Nem magyar. Greenwood a jelölt személy. Úgyhogy akkor ezzel el is dölt. Nem lesznek magyar XXL limitáltak. Ez pedig azért egy picit fájó nekem. Ezeket össze is rakom, hogy legyen hely ide a többi XXL-t is. Nézzük már a maradékot után bontunk még, hát ha jön esetleg valamilyen más különleges topmaster. Így van. Musiala. Nagyon jól néz ki. Teljesen jó. Amúgy egyébként méretre óriási nagy. Tehát a szokásos XXL méret azért az rendesen megvan. Nagyon-nagyon jól néznek ki ezek a kártyák. Tényleg az egyetlen, amit sajnálok, hogy nem magyar, de hát valaki nem is éppenséggel magyarokra van kihegyezve, hanem Erling Haalandra ilyen sztárokat akar gyűjteni, mint mondjuk a norvég fiatal tehetség. És meg is van a kártyája, úgyhogy előkelő helyen lesz az albumba. Ez biztos zseniális. Úgyhogy ez a 4XXL limitált jött ebből a dobozból, ebből a két dobozból. Nézzük még meg a maradék csomagot, hiszen ezeket se kell leírni. Morata, Danilo, fordítunk Firmino, Kuman, Suarez, majd utána Andreas. Maradjunk annyiban, mielőtt csak hülyeséget mondok. Van itt nekünk egy Dortmundos, Hammers, titán típusú kártyája, majd egy Loris kapus, még egy Dortmundos Csán, City logo, Schultz és egy Royce. Érdekes, hogy magyart egyáltalán nem nyitunk, tehát még csomagokból sem, amikor itt meg bőven lehetne. De nem, nem jönnek. Egy Top Master lesz a videóban, ez is biztos, Raheem Sterling, majd utána El Arabi. Fordítunk Juventusos Rabio, Dembele, De Bruyne, és egy Bastoni nincsen magyar a videóban, miközben a széria tartalmaz ilyen játékosokat, és egyébként csak én poénképpen azért is szivattak meg engem, mert hogy a Debrecennek a logója néz ki így, legalábbis, hogy ez a mintázata, ugye ilyen leárnyékolt típusba, ezért is bíztam ebbe a Mega Blisterbe. Nem rossz? Egyáltalán nem rossz? És a lengyeleknél is ilyenek az XXL limitáltak? Úgyhogy legalább annyi van, hogy nem kell tőlük berendelni, most már Magyarországon is ezeket be tudjátok szerezni a boltokban. Remélem, hogy tetszett a videó, összességében a dizájn nagyon-nagyon tetszik, tehát azzal több mint elégedett vagyok, viszont a magyarok miatt, ahogy már sokszor elmondtam, picit szomorkás is vagyok egyben, de az a Blacktop Master majd felvidít. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, sziasztok!